Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket ma esti magazinműsorunkban. Mint ahogyan azt Önök is láthatták, a Vízzene Virág Fesztivál idén annyi eseményt sorakoztatott fel, hogy ma estére is maradt egy kis meglepetésünk, amiről eddig még nem esett szó. Mai adásunkban a fesztivál koncertjeivel foglalkozunk, koncertekkel, ahol mindenki megtalálhatja a maga kedvére valót. Idén több helyen is szólt egy időben a zene, a sátorszínpadon, a nagyszínpadon, illetve más helyszíneken. Sajnos minden zenei eseményen mi sem tudtunk ott lenni, de bizonyosan találkozhatnak ma este a Hot Curry, a Time for Dreaming, a Ladánybene 27, a Queen Bee, a Söndörgő, a Sebő zenekarral, illetve a White Voodoo-val, valamint a Budapest Dixieland együttessel. A Vízzene Virág Fesztivál egyik legfontosabb témaköre, mint ahogyan azt a fesztivál címe is jelzi, a zene. A zene, amely végigkíséri az egész programot. Bármerre indultunk, bármilyen irányba, a zene mindenhol ott volt. Kicsik és nagyok, népzenekedvelők vagy olyanok, akik a rockzenét kedvelik, mind-mind megtalálhatták azt, amit kerestek. A Dixielandtől az alternatív muzsikáig mindenből csemegészhettünk, ami csak jól esett. Egyszerre több helyszín is várta a zenekedvelőket. A sátor színpadon egy jó sör mellett főként a rock és az alternatív zene képviselőivel találkozhattunk. A fesztiválon természetesen nem csak magyar, hanem külföldi együttesek is bemutatkoztak, sokukkal már a tavalyi fesztiválon is találkozhattunk. Nagy rajongótábor várta idén a Hot Curry nevű osztrák rock együttest, akik már visszatérő vendégeknek számítanak. A zenekar vezetőjétől megtudtuk, Bécsből érkeztek, a 60-as, 70-es évek legnagyobb rock slágerei tartoznak a repertoárjukba. Öten vannak a zenekarban, mindegyik tagnak megvannak a maga példaképei, de főként Bon Jovit és U2-t említették, akiknek számaiból a legnagyobb slágereket a koncerten elő is adták óriási sikerrel. Say in New York City.
Egy másik osztrák csapattal is találkozhattunk a Sörsátorban. A Time for Dreaming együttes a világzenét képviseli. Zenéjükbe különböző népi kultúrák muzsikáit csempészik be, és mindezt tánccal is színesíti a zenekar egyik hölgytagja. A koncert nagy sikert aratott a fiatalok és az idősebbek között egyaránt, köszönhetően a különleges hangszereknek és a nagyon közvetlen előadásmódnak. A sátorszínpad adott helyet a jól ismert magyar reggi zenekarnak, a Ladányben a 27-nek is. Úgy látszik, a tataiak különösen szeretik az afrikai reggi zenét, hiszen a sátorban szinte mozdulni nem lehetett, annyian voltak kíváncsiak a koncertre.
egy olyan hangulatot fogunk előidézni, mint amit tervezünk július 24-én Aladánymenő Szétregi táborban, július 24-től 28-áig. Ez a mi pozíciónk, a mi helyzetünk az ilyen összregire utaló, úgyhogy mindenképpen az a mi küldetésünk, hogy ennek a műfajnak megmutassuk olyan színeit, amit nem nagyon ismernek itt Magyarországon. És itt a buli a háta mögött, amire nagyon készülünk, a Vélezt sikerült elhozni a táborba, ez is egy óriási regi vérátömlesztés, amit csak lehet, azt most bemutatjuk ebbe az évben, hála Istennek. Úgyhogy mégis a Regi Kirakat című albumunknak a majdnem teljes anyagát, illetve regi klasszikusokat és a régi számoknak egy új köttösben történő előadása lesz most terítéken. Úgyhogy most már nem sokára akkor kezdünk. Mennyire jó hely ez, ennek a koncertnek ez a sátor? Ó, nagyon jó. Bármilyen szabadtéri jellegű hely az tökéletes. Úgyhogy jó, nagyon jó. Igazándiból ennek a sátornak megvan az a kis milliója, amit végül is a falak fölnyitásában meg lehet szüntetni, azt a zártságot, viszont hogyha vannak zárva, akkor viszont egy ilyen nagyon jó klubos jellegű hangulatot lehet kialakítani, és jobb a kapcsolat a közönséggel. Úgyhogy nekünk tetszik. Mi nagyon sokat jártunk ide a Vízpart másik oldalára, még akkor Beat táborban játszani, hát óriási partik voltak. Azt igazándiból nem tudom, hogy igazán azt mondom, hogy bármilyen muzsika, hogyha jól üzemel, lelkesen, lélekkel van megcsinálva, akkor szerintem működnie kell. Tehát itt nincs olyan, hogy tatai közönség, ilyen közönség, olyan közönség. Általában jól fogják a bulikat, hála Istennek, úgyhogy működik. És valóban, a buli annyira működött, hogy talán ez volt a legzsúfoltabb pár óra a Sörsátor 3 napja alatt. Fiatalok és szülők mind-mind ott voltak ezen a fergeteges hangulatú koncerten, hiszen itt a szövegek mindenkihez szóltak. Nem azt kapta itt az ember, amit a rádióból hall nap, mint nap. Ezek a számok nem véresen komoly helyzetekről, összetört szívekről, vagy a nagy vidámkodásokról szólnak, mint a mai magyar popzenék általában. A reggi az átlagemberrel, az átlagember életével, problémáival és örömeivel foglalkozik.
Pentele nevű faluból növesztett iparváros, közismertebb nevén Dunaújváros, ami már rég nem viseli Sztálin nevét, tehát ez a hely volt a szülőhelye a helyi gimnazistákból megalakult október elnevezésű együttesnek. A kis testvérek, Kis Endre és Kis Tibor köré épülő együttes azonban az iskola végeztével feloszlik, és azzal a lendülettel, ahogy véget ért, pár év múlva, egész pontosan 1991-ben Budapesten, újjáélet Quimby néven. Ez a név már azt hiszem mindjárt többet mond a zenekedvelő fiataloknak, és hogy mitől is szeretjük őket annyira. Erős hangulatú, sanzonos, epikus hangvételű dalai, expresszív zenei virágok és az utánozhatatlan előadásmód miatt. Az együttes frontembere a kulcsfigura. Kivételes tehetséggel megáldott fiatalemberő, karizmatikus rockfigura ez a Kis Tibor. Sokszor hasonlították őt már sok mindenkihez, de a legtalálóbb azt hiszem az volt, amikor Új Péter újságíró így jellemezte. Picit Nick Cave-ből, picit Alan Delonból, tám még James Deanből és Őze Lajosból is találunk benne valamit. És valljuk be őszintén, ez a párosítás nem rossz. Idén azt hiszem, hogy a népzenekedvelők sem unatkozhattak a Vízzenevilág Fesztiválon. Legelőször is találkozhattunk egy nagyon érdekes nevű zenekarral, a Söndörgő elnevezésű együttessel, amely 1995-ben alakult meg Szentendrén. Repertoárjuk főként magyarországi, szerb és horvát dallamokból áll, ezen kívül foglalkoznak a szerbiai és a horvátországi hagyományokkal, valamint a balkán zenéjével is. Részben a családi hagyományok, részben pedig a délszláv népzenéhez való személyes vonzódások miatt tűzték ki célul e különösen gazdag és értékes hagyomány ápolását. Még az általános iskolai, illetve gimnáziumi éveikben ismerkedtek meg, és kezdtek el együtt dolgozni. Zenei felfogásuk kialakulásához klasszikus zenei tanulmányaik is nagyban hozzájárultak. Sokszínű hangszereléseikkel, stílusos megjelenítésre, ugyanakkor az archaikus népzene koncertszerű bemutatására törekednek. Az együttes tagjai olyan nagy zenekutatók, mint például Vujicic Tihamir vagy Bartók Béla gyűjtéseit, és a napjainkban is még felelhető délszláv népzenét tanulmányozzák. Söndörgő. Igaz, hogy hasonlít a név erre a sündörgésre, de igazából a nevünk az egy, mint később megtudtuk, először csak egy hangzatos nevet kerestünk az együttesnek, és megtudtuk később, hogy ez egy palóc tájszó, amely a kör közepén táncoló kislányt jelenti, és hát érdekes módon ez eléggé kapcsolódik ehhez a bizonyos körtánchoz, ami a mi zenénkben mint járulékos elem eléggé előfordul, mert mi is kólókat játszunk, körtáncot, de ezek inkább a magyarországi délszláv zenéből gyökereznek, és innen dolgoztuk fel ezeket a dallamokat. Viszont azt is elmondhatom, hogy a zenekarunkban a nemzetiségi tagok, hát kevés van. Tehát vegye mindenki gimnáziumban alakultunk, és hát félig családi indítatásra kezdtünk el zenélni. És így hát mindenki, aki körülöttünk volt zenész, először próbáltuk beszervezni őket a zenekarba, és így végül is kialakult ez az orientáció, hogy délszláv zenét fogunk játszani. Azt hiszem, hogy a zenénknek a balkáni repertoárja az mindig is divatos mostanában. Tehát régebben, amikor a táncház mozgalom indult, ez a pergő, lendületes dallamvitel, ezek a tört, páratlan ritmusok mindig nagyon divatosak voltak, viszont gyönyörű szép tamburás hagyományokat is megjelenítünk, főleg a most megjelent lemezünkön, az Oy Starry című lemezen.
És hát próbáltunk itt egy picit visszamenni az időbe, és azokról a régi fonográf hengerekről, amelyeket talán az idő vasfoga még nem tört ketté, nem tört szilánkokká, ezekről visszahoztunk egy pár autentikus dallamot. Úgyhogy a mai koncert is egyébként ennek jegyében fog eltelni, és ezt a lemezt próbáljuk egy picit bemutatni, és hát élő zeneként előadni most itt a színpadon. Itt egy táncház is fog kerekedni, hogyha minden igaz. Mennyire könnyű ilyen melegbe megtáncoltatni az embereket? Hát remélem, hogy árnyékos részekbe is kígyózik majd a kóló, ugyanis a kóló sajátossága, hogy van egy kóló vezető, aki végül is vezetheti mindenfelé a kólót, úgyhogy reméljük, hogy nem kell majd a napon, a tűző napon táncolni. És valóban a hihetetlen meleg ellenére megérkeztek a táncos lábú fiatalok, akik minden erejükkel és érzékükkel a söndörgőt, nem az együttest, hanem a kör közepén táncoló lányt lesték, és próbáltak összpontban mozogni az ő lábával, ám néha ez elég komoly gondot okozott egy-egy láb tulajdonosának. Az énekelt verseket és népzenét játszó sebő együttes volt a Várszínpad vendége. Az 1970-es évek elejétől már játszottak, ők indították el a táncház mozgalmat, most azonban a második, azaz újjáalakult együttes volt hallható. Az énekelt vers az nem egy külön műfaj, tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy az a tovább élő népdal.
szóval a népdal volt az a műfaj, amely megőrizte ezt a régi formát a költészetnek, amikor még a költők dallamokra írták a verseket. Tehát ez is tulajdonképpen ugyanaz, csak a mai formájában, mai költők szólalnak meg a hangszereinken, de régiek is, tehát Balassi Bálinttól kezdve Vörös Sándori mindenféle verseket fogunk játszani, és az azért tehetjük, mert ők, maguk a költők is használták ezeket a régi formákat a verseikben. A dallamokat én írom, a verseket olyan alapon választom ki, hogy a struktúrájában őrzi az énekelt vers struktúráját, vagy nem. Ha igen, akkor lehet hozzá a zenét illeszteni, sőt, szereti is. Mik azok a jellemzők, amik az énekelhető verseket jellemzik? Általában zárt ritmikus struktúra, bizonyos szótagszámú sorokat jelent ez, amik rendezettek, általában négy sorosak, de lehet három soros is, de többféle változat van természetesen. Ami a fontos az énekelhető vers szövegnél, tehát tulajdonképpen a költő számára ez egy kötöttség, hogy nem szaladhatnak át gondolatok sorokon, a hangsúlyoknak mindig oda kell pontosan esni, ahol az élőbeszéd is megkívánja, mert különben nem lehet érteni. Tehát nagyon nagy feladat ez egy költőnek, úgyhogy nem is csoda, hogy egy idő után aztán szabadulni akartak tőle, és kialakultak ugye más műfajok is. A énekelhető vers után ugye a szavalt vers következett, aztán a skandált vers, aztán a csak a szemmel olvasott. Most már ott tartunk, hogy már szemmel sem olvasunk verseket. Nagyon sok embernek tetszett a 70-es évek elején. Berek Ati egyszer meghallotta, és vele közösen csináltunk egy József Attila estet, amit az egész országban szétvittünk. És akkor ez az újdonság erejével hatott, hogy szavalt és énekelt vers egy műsorban. És akkor tapasztaltam, hogy az embereket mennyire érdekli ilyen formában is a költészet. Édes lelkem, én búr szívem vidámsága, lelkem édes kívánsága. Te vagy minden boldogsága, véled Isten áldomása. Én drága látos palotám, jó illatú piros rózsám. Gyönyörű szép kis violám, én sokáig szép Júliám. Napom fénye, szemöldök fekete szénye. Két szemem világos fénye, életem reménye. Szerelmedben meggyúlt szívem, csak tégedet óhajt lelkem. Én szívem, lelkem, szerelmem, üdvözd légy én fejedelmem. A fesztivál zenei eseményei között elmaradhatatlan a Dixieland. Úgy látszik, Tata lakosai nagy Dixieland rajongók, hiszen minden évben ezeknél a koncerteknél a Teltház, illetve hát mivel a Várudvar előtti területről beszélünk, a Telt udvar garantált. Éveken keresztül az ideérkezők a Benko Dixieland koncertjeire mulathattak, most azonban egy kis frissítésképpen a Budapest Dixielandben szórakoztatta a közönséget. Mivel nagyon sokat játszunk olyan szórakozó helyeken, amiket manapság divatosan pubnak hívnak, ezért nagyon sok olyan számot hoztunk, amit talán kevesebben ismernek, nem annyira népszerű slágerek, viszont annál jobb dixinóták. Úgyhogy egy egyveleggel készültünk, műsor első felében nagyon régi dixinótákat játszunk, sőt egészen odáig nyúlunk a dolgokban, hogy archaikus hangszereket használunk, mint például vasbordot. Aztán később lesz hallható ezekből a pub zenei válogatásokból, aztán később játszunk hangszerelt Big Band feldolgozás nótákat, és a végén azért közönség kényeztetésére némi örökzöld slágerek, Hello Dolly és hasonlók.
a pubzene az kis kocsmai térben szól, ugye? Ki kevés embernek, hogyan szól ez itt egy ekkora nagy téren? Egyáltalán ide való ez a zene? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mivel a Dixieland maga alapvetően ilyen környezetben működött annak idején, és mi nagyon sokat játszunk például kvártetben, négyen, öten, akusztikusan ezekben a bizonyos mulatokban. Én azt gondolom, hogy ha a Dixieland kinőtte magát odáig, hogy színpadi koncert zene, akkor ez a műfaj el kell, hogy bírja azt, hogy az úgynevezett pub muzsika is megél egy ekkora színpadon és ilyen nagy számú közönség előtt. Hát zseniális a szervezés, fantasztikus a közönség, úgyhogy nem sok hely van szerintem Magyarországon, ahol ennyire jól sikerül egy-egy ilyen zenei fesztivál. Kivel tak szunrai rúgnis, a rendjú párcok vividis, Coney Island vasből randulé. A White Voodoo együttes tavaly a fesztivál egyik legszínesebb és legérdekesebb koncertjét adta. Afrikai muzsikájuk, furcsa törzsi nyelven énekelt dallamaik, rengeteg ember csaltak be a koncertre.
Idén ismét eljöttek, hogy egy kicsit más oldalukról, más felállásban is bemutassák azt, amit tudnak. Az afrikai dallamok megmaradtak, a hangszerek egy kicsit mások, és a létszám is egy kicsit megfogyatkozott. Játszani mindig jó, a kevesebben pedig azért vagyunk, mert a zenekarnak a fele sajnos már nem ért rá, így aztán gondolkodtunk, hogy ugye vagy nem jövünk, vagy pedig valamilyen módon megmentjük a helyzetet, és ezért van is velünk egy vendég, tehát egy fél zenekar van, ez a fél White Voodoo, ez vagyunk mi ketten. White Voodoo, ahogy a Béla kitalálta. És ő pedig Ágoston Béla, nem tudom, hogy hogyan lehet bemutatni, ő a délalföldi szaxofon zenekarral kezdte gyakorlatilag, de most már nincs olyan zenekar Magyarországon, amiben ellen benne, és nincs olyan hangszer valószínűleg, amin nem tud játszani. Tehát, és ő segített ki bennünket éppen. Most milyen hangszerrel jelensz meg itt az együttesben? Nemrég vettem egy kombi autót, és ebbe 10 hangszer fér bele, és ezért a következő hangszereket csomagoltam össze ebéd után. Nagybőgőt, egy afrikai dobot, amit még nem fizettem ki, egy fuvolát, egy klarinétot, egy altszaxofont, egy kavalt, egy furuját, egy melodikát. Mire számíthat ma a közönség, mit hallhatnak? Mi az, amit így hárman össze tudtok hozni? Most próbálkoztunk valami teljesen más. A koboz, igen, köszönjük. Hát most próbálkoztunk egy kis más típus, amivel, hogy a White Voodoo féle autentikus afrikai hangzás, ezt nem tudjuk így visszaadni, ráadásul Béla nem ismeri annyira számainkat, tehát ilyen etno, hát most szó szerint nem ismeri, na. Tehát úgy értve, hogy a számnak a szerkezetét, tehát ő nem is tud dobolni, de kevesebbet, ezért igen, jó, köszönöm tanácsát, fejezem be. Szóval ilyen etno vonalon csinálunk valamit, ami ilyen afrikai és nép, magyar népzene is benne van, meg ilyen különböző furcsa hangzások, amit a Béla itt tud más fúvós hangszereken főleg, amiket itt tudja más népzenei vonalon. Simán tetszik, hát nem tudom, de lehet, hogy az én grimaszaim azok, amik úgy felvidítják az embert. A helyszín mennyire megfelelő ez a zenéhez? Nagyon. Nagyon és nagyon kedvesek. Tehát itt a üzletvezető, tulajdonos pincérek is nagyon kedvesek voltak velünk egész idáig is, és gondolom ezután is, ha tetszik nekik a zene. Meg ez a belső udvar, ez nagyon jó, mert tehát macerás lett volna ennyi hangszert kihangosítani, és itt akusztikusan elég jól elmegy. Tehát itt inkább ilyen utcazenélős hangulata van a dolognak, de ettől egy sajátos hangulat, tehát szerintem a helyén, jobban a helyén van, mint hogyha most nagy színpadra álltunk volna ki hárman ezekkel a hangszerekkel, illetve nagyon meg kellett volna hangosítani. A különleges felállás, a grimaszok és a hangszerek variációi valóban nagyon jó hangulatot varázsoltak pár perc alatt a mediterrán hangulatú étterem udvarára. A White Voodoo úgy látszik, örökre belopta magát a fesztivál látogatók szívébe, nélkülük ez a 3 nap teljességgel elképzelhetetlen lenne. De persze elképzelhetetlen a fesztivál a Dixieland és a rockzene nélkül, vagy a többi olyan névzenei koncertek nélkül, amik például idén is színesítették a fesztivál programját. Nagyon egyszerű a szövege, aki tudja, most már megjegyezte, az énekelheti velünk.
Egyszerűen csak lefeküdni a fűre, nézni, nem is nézni, bámulni a felhőket, vagy hasonfekve figyelni a kócos fűszálak közötti életet, aztán csukott szemmel beszívni a nyár illatát, hallgatni a levelek zizegését, a lombok zúgását, és csak feküdni, feküdni, feküdni. Nincs az a relaxációs technika, amely ilyen gyorsan tisztítaná a város zajos lelket. Erre is van lehetőség, de 1000 aktív természetismerő program közül válogathatnak a Természetes Életmód Alapítvány agostyáni táborában. Nem is tábor ez, paradicsom. Izgalom, valódi élet és szabadság, szabadság, szabadság. Amely nem elég, ha igény, nem elég, ha megvan, a szabadságot meg kell élni, azzal élni kell tudni. A tudatos, tervezett természetfigyelő és megismerő munka mellett erre, megélni a szabadságot, észrevétlenül tanítják meg a táborozókat agostyánban. Lehet futkározni. Ott, ahol laksz, ott nem lehet futkározni? Hát, de csak kicsi az udvar, meg a vízhordás tetszik nagyon. A vízhordás? Hát az komoly fizikai munka. Bírja egy ilyen kislány? Bírom. Találkoztál-e itt olyan növényekkel, vagy olyan állatokkal, amikkel egyébként otthon nem nagyon? Igen. Például? Ott a konyhában, ahol csinálják a gyógyteát, ott láttam egy pelét. Egy pelét? És mi mindent csináltok még itt, a futkározáson kívül? Barátaid vannak-e? Növényeket szedünk. Meg... gémusműves foglalkozásokat csinálunk. A gyógynövények közül ismersz is már sokat, vagy most tanulgatjátok? Csak most tanulgatjuk. Mire valók a gyógynövények? Teának. És mire valók a gyógynövényből készült teák? Miben segítenek? Hát mondjuk torokgyulladásra, mindenféle gyulladásra. Még a kamillatea az arra jó, hogyha a szemünk csipás, akkor azt ki lehet vele törölgetni. És mondd csak, ha te anyuka leszel, akkor használni fogod majd ezeket a gyógyteákat, hogyha a kislányodnak... Igen? Nagyon tetszik, mert változatos sok program van, és sose unatkozunk. Honnan jöttél, Gerge? Először veszel részt ezen a táboron? Igen. Miért jelentkeztél? Hát láttam a lapot, és úgy gondoltam, hogy ez a célja is jók, meg a programok is, ezért gondoltam, hogy most először kipróbálom. Mi az, ami megfogott benne? Melyik része a programoknak? Hát egész tulajdonképpen, mert hogyha mondjuk csak íjászkodás lenne, mondjuk akkor nem biztos, hogy lejöttem volna, hogy van minden íjászkodás, nemezelés, mindenféle, így jó, szerintem. Ki akarod próbálni magad, vagy egyszerűen csak elvágytál a városból? Hát mindkettő. Hát ki is szeretném magamat próbálni, meg hát én nem nagyon szeretem Budapestet se. Miben más? Miért szereted jobban mondjuk ezt a tábori vidéket? Mert nem annyira kényelmes, szóval sokkal kényelmetlenebb. Hát ez igaz, de Budapesten annyi ember van, hát szerintem sokkal jobb itt. Tanulok is rengeteget szerintem, ki is kapcsolódok, és hát főleg a tanulás mellett. Ilyet máshol nem lehet, elméletben esetleg, de gyakorlatban. Máshol nem nagyon lehet ilyet tanulni. Labanc Györgyi évek óta minden nyarát a Természetes Életmód Alapítvány táborába tölti, és pihenés helyett apróságokkal, kicsiktől nagyokig ismerteti meg a gyerekekkel, hogy miért érdemes a természetre figyelni. Pihenés helyett? Vagy ez valamilyen fajta pihenés neked, Györgyi? Hát azt hiszem, hogy én születési hibám, hogy én nem tudok úgy pihenni, hogy az emberek azt úgy megszokták. Én a munkámban is ezt csinálom, meg a szabadidőmben is ezt csinálom, hogyha így értelmezed, akkor igen, hogy mi minden történik itt. Hát a Természetes Életmód Alapítvány a különböző programjainak a kimeneteként, a különböző programjainak a csodájaként minden évben gyerekekkel próbál kapcsolatot teremteni. Hát ennek két nagyon szép helye van, az erdei iskola és a tábor. Itt ezen a csoda helyen hirdetjük meg évek óta az alapítvány filozófiájához hűen a természetismereti, természetkutató, lovas, kenús, családi, kézműves táborainkkal. Mennyi gyerekre számítotok most már? Hát minden héten 20-25 gyerek van, és nem azért, mert nem jelentkezhetne 50 és 100, de arra törekszünk, hogy ezek a táborok családiak legyenek. Mindenki tudja, hogy az országban mindenki arra hajt, hogy borzasztó sok pénzt keressen az alatt a rövid nyári időszak alatt, amit lehet.
Én sajnos azokkal a táborokkal nem értek egyet, ezt muszáj, hogy elmondjam, ahol 120-200 gyerek üdül egyszerre. Akármilyen programot sem lehet jól 200 gyerekkel megcsinálni. Mi úgy döntöttük, hogy a kicsi szép, hogy a természet közeliséget, ez csak kis létszámmal lehet megéreztetni a gyerekekkel, hiszen a igazi filozófiánk az, hogy tevékenység közben próbáljuk megismertetni a gyerekekkel azt a világot, amiben beleszülettek. Itt a fiúk mögöttünk fát vágnak. Balta van a kezükben, városi gyerekek. A kislányok azt mondták, hogy itt óriási területen barangolhatnak, csatangolhatnak, igazi szabad életük van. Nem veszélyes ez a szabadság? Hát, ha az ember tud élni a szabadságával, akkor nem. Erre is megtanítjátok a gyerekek? Igen. A gyerekek, amikor megérkeznek, akkor az első dolgunk, hogy először is hagyjuk szabadon elhelyezkedni őket, hogy már érezzék, hogy itt nem mondja meg nekik senki, hogy ki mellé feküdj. Sőt, azt is szoktam mondani, hogy tegyétek le a csomagot, és ha délután 4-ig összeismerkedtek valakivel, akkor helyezkedjetek el.